köszöntelek. A helyzet az, hogy valaki megkért téged, hogy nézd meg ezt a videót, és most, hogy elkezdted nézni, valószínűleg fölmerül az első kérdés, hogy miért is jó ez neked? Miért is van értelme számodra annak, hogy megnézd ezt a videót? A rossz hír az, hogy igazából erre a választ csak a videó végén fogod megtudni. A jó hír az, hogy igyekszek nagyon gyors lenni. Ugye ez egy network marketing és üzleti ajánlat, és lehet, hogy benned is vannak bizonyos előítéletek a network marketinggel kapcsolatban. Ennek ugye az egyik elsődleges oka az lehet, hogy találkoztál már ilyen ajánlattal, és ezen az ajánlaton pénzt vesztettél, vagy ismersz olyan embereket, akik pénzt vesztettek network marketing üzlettel, és rengeteg előítélet lehet az emberek fejében, hogy ez csalás, ez átverés. És igazából a legrosszabb érzés szerintem az, amikor valaki bedől egy ilyen lehetőségnek, vagy hisz egy ilyen lehetőségben, és megoszta ezt az ismerőseivel, és akkor azok pénzt vesztenek. Nagyon fontos tisztáznunk itt a videó elején, hogy a mi esetünkben, ebben az esetben, ebben az ajánlatban ez a lehetőség ki van zárva. Nincs lehetőséged arra, hogy pénzt veszíts, hiszen nincs szükséged a pénzed befektetésére, nem kell megvásárolnod drága kezdőcsomagokat, nincs kötelező, óriási havi aktivitás, tehát engedd el ezt a gondolatot, engedd el ezt az érzést, nem tudsz pénzt veszíteni az általunk ajánlott lehetőségben. Ugye a másik dolog, ami megfordul ilyenkor az emberek fejébe, hogy hát ez a network marketing, ez manapság lehet, hogy ciki, ez nem egy ilyen divatos, egy ilyen trendi dolog, és hát nagyon kellemetlen volna így az ismerősök előtt megjelenni, hogy na hát akkor én most network marketinggel kezdtem el foglalkozni. Igen, ennek is van alapja, hiszen nagyon sokan nagyon amatőr módon csinálják, és nagyon sok olyan cég jelent meg ezen a piacon, aki úgymond network marketing köntösbe bújtatta az amúgy csaló ajánlatát, inkorrekt ajánlatát. De fontos tudnod, hogy az őszinteség, a segítőkészség az soha nem megy ki a divatból, az mindig is divatos lesz. Nyilvánvalóan még az átverések, vagy a nagyon amatőr módon végzett munkák, azok mindig is cikik lesznek, és nem egy ilyen trendi dolgok lesznek. Biztosítatlak arról, hogy ez az ajánlat, amit a DX-en kínál az üzletépítőinek, a törzsvásárlóinak, ez egy nagyon korrekt és nagyon divatos ajánlat, és ez soha nem fog kimenni úgymond a divatból. Ugye a következő gondolat, ami még így megfordul az emberek fejébe, hogy oké, ez mind szép, tételezzük fel, hogy ez valóban egy korrekt dolog, ez valóban egy működő dolog, ez valóban egy jó dolog, de hát én nem ilyen típusú ember vagyok, én nem tudnék egy ilyen jellegű üzletben dolgozni, nem tudnék sikeres lenni. Igen, ez a legnagyobb kihívás igazából az emberek előtt, hogy el tudják-e képzelni azt, hogy sikeresek lehetnek egy ilyen üzletben. Én azt javaslom neked, hogy ha te is ebben a cipőben jársz és ezen gondolkozol, akkor vizsgáld meg egy kicsit másik oldalról a dolgot. Ugye az igazi network marketing, a valós network marketing az egyetlen egy dologról szól. Én elégedett vagyok egy termékkel, és ezt elmondom másoknak is. Akkor is elmondanám, hogyha nem kapnék érte jutalékot. Nyilvánvalóan azért teszem, mert pénzt szeretnék keresni, de az ajánlatom, az ajánlásom, az akkor is működne, hogyha nem kapnék érte jutalékot. Nézd meg a saját életedet, hányszor fordul az elő, hogy elégedett vagy egy termékkel, egy szolgáltatással, vagy egyszerűen csak egy pozitív élményért, és ezt azonnal meg akarod osztani az ismerőseiddel, a barátaiddal, a rokonaiddal, anélkül, hogy ezért bármit kapnál cserébe. Az igazi network marketing alapja pontosan ugyanez a dolog. Én elégedett vagyok egy termékkel, megtapasztaltam ennek a pozitív hatását, és nyilvánvalóan szeretnék ezzel segíteni az ismerőseimnek, a barátaimnak, a rokonaimnak is. Tehát nagyon fontos, hogy próbáld nem csak az előítéleteken, hangsúlyozom, a jogos előítéleteken keresztül nézni a lehetőséget, hanem nézzük meg a másik oldalt is, és nézzük meg azt, hogy nem-e van esetleg egy olyan kínálat a piacon, egy olyan lehetőség a piacon,
ami nem tartalmazza ezeket a kockázati lehetőségeket. Ugye, és akkor el is érkeztünk oda, hogy miért DX-en? Miért pont a DX-en? Hiszen rengeteg network marketing ajánlat van a piacon. Számomra a legfontosabb az volt, hogy a termékek, az általunk kínált termékek, azok működnek az üzleti lehetőség nélkül is. Tehát nem azért csatlakoznak a tagok elsősorban, mert üzletet szeretnék építeni, hanem azért csatlakoznak elsősorban, azért válnak törzsvásárlóvá, mert a terméket szeretnének használni, mert a termék előny az olyan jól néz ki, olyan pozitív, olyan előnyös úgymond, hogy ezért már megérés. És igazából ez a legfontosabb, mert az a passzív jövedelem, amit ugye az ígéret, amit a network marketing megfogalmaz, passzív jövedelemmel kapcsolatban, az csak olyan lehetőségből érkezhet, ahol a termék önmagában működőképes az üzleti lehetőség nélkül is. Ugye a DX-nek több mint 100 féle terméke van, én személyesen azért csatlakoztam ehhez az üzlethez, azért láttam benne fantáziát, mert élelmiszerek a termékeinknek egy jelentős része, és hogy az embereknek az élelmiszerekre nap mint nap szükségük van. Ugye az egyik fő termékünk a Ganodermás kávé, és ugye az emberek azok minden nap megisszák a kávéjukat, mert az emberek többsége az nem kávéfogyasztó, hanem egyenesen kávéfüggő, és nem tudja elképzelni az életét a kávé nélkül. Ugye a network marketinggel kapcsolatban még ami ilyen ítélet szokott lenni, az ugye az ár kérdése, hogy sokszor úgy érzik az emberek, hogy azok a termékek azok drágábbak, amiért network marketing üzleti modellben vannak forgalmazva. Én azt gondolom, hogy ez nem igaz a valós marketing, network marketing cégekre, hiszen a termékek sok esetben azért kerülnek többe, mert jó a minőségük, és nem azért, mert egy ilyen jellegű csatornán vannak keresztül vannak forgalmazva. Teljesen vannak kivételek, hiszen azok a cégek, akik büszkén azt hirdetik, hogy náluk a termék árának a 80-90%-a is akár viszont forgatva a üzletépítőknek, nyilvánvalóan egyértelműen arról beszélhetünk, hogy a termékek túl vannak árazva. Egy nagyon érdekes történetet szeretnék veletek megosztani nagyon röviden. Nem olyan régen olvastam egy fórumban, hogy hát a DX-en Ganodermás kávé azok indokolatlanul drágák, és hát sokkal olcsóban meg lehet venni a piacon a Ganodermát, össze lehet keverni kávéval, és már kész is van a Ganodermás kávé. Mindenki kipróbálhatja, és megkóstolhatja az így készült Ganodermás kávét, és össze tudja hasonlítani a mi kávénkkal, és az íz mellett össze tudja hasonlítani a hatását is. A történetnek a lényege pedig az, hogy kb. 11 évvel ezelőtt, amikor elkezdtük itt Magyarországon a kávékat forgalmazni, és megjelentek az első vevők, rövid időn belül megkeresett bennünket egy nagy cég, egy nagy ételházhoz szállító cég, akik úgymond erőből próbáltak tárgyalni, és azt mondták, hogy hát ők óriási cég, és nagyon tetszik neki a kávénk, és hát ők nagy mennyiségben szeretnék ezt forgalmazni, és hát adjuk nekik sokkal olcsóbban is. Próbáltuk elmagyarázni, hogy ez nem egy hasonló kereskedelmi csatorna, mint ami működik ugye a normál nagykereskedelem és ugye kiskereskedelem viszonylatában, hanem hogy ez egy fogyasztói hálózat, ez egy multilevel marketing rendszer, és mi nem tudunk adni ilyen óriási kedvezményeket, hiszen nincs erre árésünk. És megsértődtek, megharagudtak, és hát azt gondolták, hogy hát ez egy olyan egyszerű dolog, hát akkor ők is vesznek Ganodermát valahol, és összekeverik a kávéval, és néhány hónap múlva piacra dobták a saját Ganodermás kávéjukat. Most megnéztem a weboldalukat, hiszen ez a nagy ételkiszállító cég azóta is nagyon sikeresen működik, de már nagyon régóta nincs a Ganodermás kávé a kínálatukban, mi viszont még mindig itt vagyunk, és a világon több mint 10 millió fogyasztó használja, fogyasztja havonta ezeket a termékeket, meg működnek, nem csak ízhatásukban, hanem azokban az előnyökben is, amit ugye meg tudunk tapasztalni a Ganoderma jótékony hatásai miatt. Ugye nagyon fontos egy ilyen lehetőségnél, hogy egy olyan kifizetési rendszerünk van, egy olyan üzleti modell áll a network marketing keretein belül a cégnél rendelkezésre, ami nem nyomja
az üzletépítőket. Tehát mindenki a saját tempójában építheti az üzletet, ha gondolja, akkor abba hagyhatja egy kicsit, és utána majd folytatja, ott tudja folytatni, ahol abba hagyta. Nincsen nyomás a kvalifikációra, hogy óriási mennyiségű terméket kell vásárolni ahhoz, hogy valaki kvalifikáljon. Tehát mindenkinek a saját tempójára, a saját céljaira, a saját habitusára van szabva az, hogy ő hogyan dolgozik ebben az üzletben. És itt ez a pont is egy kicsit válasz arra, hogy valaki esetleg úgy gondolja, hogy hát nem olyan típusú ember. És ami számomra nagyon fontos, hogy a termék az működik. Tehát a DXN az nem egy ilyen túl marketingezett cég. Nincs szükség erre, hiszen a termékek maguktól működnek. Tehát nincs szükség különböző látványos marketing elemekre, különböző speciális eladás technikára, mert avval a magabiztossággal ülök most itt, hogy azt tudom mondani, hogy nincs szükség arra, hogy bárki higgyen nekem a termékekkel kapcsolatban. Próbálja ki, és meg tudja tapasztalni nagyon gyorsan napokon belül, hogy ezek a termékek működnek. És ugye befejezésül már csak arról kellene beszélnünk, hogy hát oké, de hát mégis miért emelem? Miért foglalkozzon valaki egy ilyen jellegű üzleti modellel? Nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy határozottan 12 év tapasztalatából azt látom, hogy igenis, van a network marketingen kívül is élet. Tehát nagyon sok ember nagyon boldog tud lenni network marketing nélkül is, nagyon sokan vannak, akik nagyon sikeresek a munkájukban, jó fizetésük van, stabil az a cég, ahol dolgoznak, vagy a saját vállalkozásuk, és minden rendben van velük. Én igazából azoknak tudom ajánlani a network marketinget, akikben van egy nagyon nagyfokú szabadságvágy. Hiszen azt gondolom, hogy kizárólag ez az üzleti modell tud biztosítani maximális, úgymond felelősségmentes szabadságot. Hiszen csak képzeljük el, az ember megmutatja néhány kávéfogyasztó ismerősének, hogy itt ez a lehetőség, itt ez a kávé, ők kipróbálják, megtapasztalják a pozitív hatását, ezt követően elmondják az ismerőségnek, barátaiknak, és hónapok, évek alatt ki tud alakulni bárki alatt tulajdonképpen egy óriási fogyasztói hálózat, mivel a termék működik. És ezt követően pedig ezután a forgalom után, tehát ez nem egy ingyen pénz, ez nem arról szól, hogy szervezve két embert és milliómos leszel, nem, keményen meg kell dolgozni a sikerért tulajdonképpen, de ez a munka, ez egy nagyon kellemes munka, hiszen arról beszélünk, amiben hiszünk abban, hogy ez a termék működik, a saját tapasztalataink miatt, és nem azért, mert van mögötte egy kifizetési rendszer. Tehát, hogyha valaki felépít egy fogyasztói hálózatot, akkor ha akarja, ha nem, ezek az emberek minden hónapban megveszik a terméket tőle teljesen függetlenül, és minden hónapban meg fogja kapni a ténylegesen valós passzív jövedelmét. És igazából ez a pénzügyi alap, ami nyilvánvalóan mindenkinek más jelent, hogy ez mekkora összeg az elfogadható, lehetőséget biztosít arra, hogy szabadságban éljünk. Szabadságban éljünk időben és térben. Tehát azt csináljunk, amit szeretnénk, és ott, ahol szeretnénk. És azt gondolom, hogy a network marketingnek ez az igazi előnye, a network marketing üzleti modellnek, hogy nincs felelősség, hiszen megdolgoztunk érte, és a fogyasztók vásárolják a termékeket, mert szeretik, a cég pedig kifizeti a jutalékot, így már több mint 27 éve. Tehát, hogyha úgy gondolod, hogy van benned egy megfelelő szabadságvágy, és szeretnéd megtapasztalni valódi szabadság érzetét, akkor kér további információkat attól az embertől, aki megmutatta neked ezt a videót, mert mi nagyon hálásak vagyunk, és nagyon boldogok vagyunk az miatt, hogy annak idején rátaláltunk erre a lehetőségre, mert számunkra ez a nagybetűs lehetőség. És már csak egy utolsó mondat arról a szeméről, aki megmutatta neked ezt a videót. Lehet, hogy most azt mondod, hogy hát ez túl szép, hogy igaz legyen, és lehet, hogy azt gondolod, hogy hát biztos csak azért mutatta meg neked ezt a videót, azért küldte el neked ezt a videót, mert ezután pénzt keres. Én biztos vagyok benne, hogy az az értékrend, amit nálunk az üzletépítők követnek, az mögött az van, hogy ők akkor is megmutatnák neked ezt a ganodermás kávét, hogyha ezután nem kapnának jutalékot. Most maximum egy kicsit nagyobb intenzitással teszik. Köszönöm szépen, hogy meghallgattál, és hogyha volt néhány olyan gondolat, ami találkozik a te értékrendeddel, a te elképzeléseiddel, akkor kérj bátran bővebb információt. Sok sikert kívánok neked a helyes döntésedhez!